Sziasztok, mint és Zsoltvég az Emperor Pintyő csatornától, és elsőnek, még mielőtt belevágnánk a videóba, szeretném megköszönni a Promters hungary az első kiállítás, galéria, találkozót, összejövetelt, szuper jó volt a társaság, nagyon örülök, hogy találkoztam veletek, remélem még több ilyen találkozó lesz, illetve nagyon sok munkát fogunk látni, amik kikerülnek a kezeitek közül. Még egyszer örülök annak, hogy a tagja lehetek ennek a társaságnak. A mai videóban szeretném bemutatni, hogy hogyan kell az SDXL Turbo modellt használni a konfújája alatt. Rettenetesen egyszerű a munkafolyamat. Mi is az az SDXL Turbo? Most jelentette be a Stability AI pár napja az SDXL Turbo modelljét. Ez egy új innovatív, innovatív texto image generáló modell, aminek a legnagyobb újítása az úgynevezett EDD technológia ami lehetővé teszi, hogy a modell egyetlen lépéssel legyen képes képeket generálni, így lecsökkentve az előző modellhez képest szükséges lépésszámot 50-ről 1-re. Kimagasló teljesítményt nyújt a képminőségben, számítási hatók, hatékonyság terén, és így jelentősen felülmúl más régebbi modelleket. Viszont tudni kell, hogy ez egy kísérleti modell, ez egy tesztpéldány, amivel a technológiát szeretnék bemutatni. Tehát vannak korlátozásaink, nem ilyen banja lesz, mint amit most csinál, ez csak egy technológiai bemutató, hogy igen, erre is képesek vagyunk, ez lesz az alapja, majd ezt fejlesztik tovább. Jelenleg a kép generálásnak a mérete, amit csinál, az 512x512 pixeles, nem ismeri a negatív promptot, és a CFG értéket nem lehet állítani, tehát az fixen egyes érték, ha megemeljük magasabbra, akkor teljesen szétesik a kép illetve már pedzegették és emlegették, hogy kereskedelmi célra nem lehet használni, csak tehát a nem kereskedelmi célú kutatásokhoz érhető el. Majd valószínűleg fizetős lesz a nagyobb cégek számára, hogy használni tudják. Nézzük meg, hogy hogyan kell összerakni akkor egy ilyen munkafolyamatot. Először is le kell tölteni a modellt, ezt a Stability ai a Hugging Face oldaláról tudjátok letölteni, minden link természetesen benne lesz a videó leírásában. Innen az FP16-os uh, modell töltsétek le, ami fele akkora, mint a sima modell. Ez uh, a 16 bites lebegőpontos modell, ami kisebb uh, erőforrást emészt, mint látjátok a méretéből adódóin, és közel hasonló pontosságú, de nem kell hozzá olyan erős számítógép, hogy használni tudjuk. A Confi UI használatához rengeteg videót találtok a csatornán. Ajánlom, nézzétek meg a leírás, mert be fogom linkelni, hogy hogyan kell telepíteni a Confi UI-t, ha esetleg még nem használtad volna a számítógépeden. Be kell töltenünk először is egy checkpointot. Load, checkpoint loader simple. És itt kiválasztjuk a már letöltött Stability AI-os modellt. Na, miért nem működik? Néha befagy. Ezt csak mostában szokta csinálni. Oké. Okay. Itt van SDXL Turbo 1.0 FP16, ezt kiválasztjuk. Annak ellenére, hogy nincsen negatív prompt, meg kell adnunk egy negatív prompt doboz, csak nem írunk bele ne semmit, létrehozunk egy cliptexten kódot, ez lesz a pozitív promptunk, illetve létrehozunk egy negatív promptot, ez lesz a negatív promptunk, be is színezem, pirosra, ezt meg zöldre, egy kicsit odébb visszük így ezt be is lehet csukni, itt a bal sarkában van egy pont, egy ilyen kis köröcske, ezzel be lehet csukni, erre amúgy sem lesz szükségünk. A következő lépés pedig az érdekes. Tehát eddig úgy csináltuk, hogy a K-szemplert töltöttük be, ezt a mintavevőt, ami legenerálta a képünket. De ez most megváltozik, mert hogy megjelent egy uh, új szempler, amit használni kellene, az SDX-el turbóhoz, és ehhez nem ezt a K-szemplet fogjuk használni, hanem egy egyedi szemplet fogunk használni, pedig hogy custom és a sampler custom kiválasztjuk. Ide be kell tölteni a sampler custom a modellt, a pozitív promptot megadjuk neki, és megadjuk a negatív promptot. Megadunk egy látens képet, ami 512x512-es lesz. És itt ez a szemplernél megadjuk, hogy milyen mintavevőt szeretnénk. Azt mondja, hogy k sampler select, és itt kiválasztjuk mondjuk a DPM plusz plusz 2M-et, ezt sokkal javasolják hozzá, és a szigmásznál pedig ha nem látjátok itt a listában, valamiért nekem nem látszódik az SDX-el, akkor úgy tudjátok előhívni, hogy dupla kattintás, beírjátok, hogy SDX-el, és itt kell lennie a listában. Na. Hol volt? Ja, seduler, rosszul írtam így, scheduler, és az a SD Turbo, bocsánat, tehát az SD turbót kell itt megkeresni, ezt is ide tesszük. Ennek a lépésszáma 1, tehát ezen nem állítunk, ide bekötjük a szigmához. Amire még szükségünk van, szükségünk van egy dekodolóra, illetve a VA-t ide rá kellene kötni. Mutatok egy kis trükköt, hogy mit lehet csinálni arra vonatkozóan, hogy ne is szalaszét húzigálni mindenféle összekötő vonalakkal, mint például ez, amit belerondít a szép munkafolyamatunkba. Létre tudunk hozni változókat. Dupla kattintás, és azt mondjuk, hogy set. Set node. Pont nem látni. Ezt nem hiszem el. <laughs> set node. Ezzel létrehozunk egy változót. Ide beírjuk a változó nevét, mondjuk az lesz a neve, hogy VAA. Főleg nem pont így, hanem VA. Ez lesz a változó neve, és ezt ide rákötjük ennek a checkpointnak a kimenetére. Ez be is lehet csukni. Tehát a set-tel állítjuk be, és a gettel vesszük ki, ide létrehozunk egy getnódot, itt beállítjuk, már kiválaszthatjuk egy mm, kiválasztós ilyen lépegetősből ezt a változót, hisz ezt hoztuk létre, és ennek a kimenetét szépen rákötjük ide. És most elértük azt, hogy nem össze-vissza vonalak szaladgálnak itt mindenfelé, keresztbe-kasba, hanem Szépen itt kineveztük ezt a változót, és itt beolvastuk. Ez azért is jó, mert hogyha szeretnénk majd még létrehozni nódokat, ahol be kellene állítani ezt az értéket, akkor egyszerűen a gettel lekérdezzük, és oda húzzuk, és nem lesz keresztbe kasban mindenhol mindenféle uh, ilyen csomópont összekötés. Rakunk egy preview image-et. jó, itt lesz a képünk, és generáljunk is egy képet, mondjuk legyen egy antropomorf állat bőrszerkóban az erdőben. antropomorfik. antropomorfik. egy róka. kóban és az erdőben. Jó. Nézzük is meg, hogy működik-e a generálás. Nem adtam meg itt a modellt, ezt rá kell persze kötni. Lehet a generálás. Bum! Majdnem jó, de mégsem miért nem jó? Azért, mert itt van egy CFG értékünk, és mint mondtam, ennek egyes értéket kell felvennie és utána rákat, és, és kész. Tehát egy, még ki se tudtam mondani, egy intak a gombra, nézzétek, bum. Tehát valami félelmetes sebességgel generálja. Azt tudni kell, hogy nekem egy alsó közép kategóriás videokártyám van. Tehát nem egy 49-es Nvidia, ami 800 ezer forintba kerül. Ennek ellenére ilyen brutális sebességgel generál. És azt nézem, hogy most mondjuk több minden fut, de 10 GB-ot evett meg a grafikus kártya memóriájából a rendszer, de nagyon sok ablakom nyitva van Firefox, Edge, nyitva van a Discord, a videófelvevő, tehát szerintem ilyen 8,5 GB-ba beleférhet ez a modell. Nézzünk most meg egy tesztet arra vonatkozólag, amit Scott Dittweiler mutatott be, hogy mégiscsak mennyire gyors ez a modell, rakjuk ezeket a generálásokat egymás mellé úgy, hogy többszörözzük, tehát megfogjuk, kijelöljük ezt a részt, és többszörözöm, na persze nem így, Na, csak nem jön össze. Áj, nem hiszem el. <laughs> Bocsánat, egyszer nem jövök rá, hogy hogyan lehet duplikálni az összeset. Úgyhogy egy egyesével fogom duplikálni. <laughs> Valamiért ez, ez nem, nem akarja. Fogalmam sincs, hogy miért. Úgyhogy akkor szépen egyesével megy a <laughs> duplikálást, tehát csinálok bele még egy példányt. Ezt kinyitjuk, ide rákötjük. Nem tudom, hogy miért nem akarja. Nem baj, modellt idekötjük, pozitív, negatív, ahhoz ki kell nyitni, persze ez is érdekes, mondjuk ha becsukom, akkor nem lehet rákötni. Szemplert idekötjük, szigmát ide, látenskép, kép, ide csináljuk még egy preview-t. Nagyon jó tesztelésre használni, majd meglátjátok, hogy miért, mert egyszerűen akkor a sebességgel generálja le a képeket, hogy ezt átállítom fixre, tehát mindegyiknek legyen fix, mondjuk teljesen más legyen az érték, mondom más legyen az érték, és az maradjon fix. Akkor ezt is többször özzük, még egyszer, még egyszer rákötjük. Jó, hogyha esetleg emlékeztek, hogy hogyan lehet, miután többet kijelöltünk, az duplikálni, akkor kérlek írjátok meg kommentbe, mert valahogy így teljesen kimaradt ez nekem. Az, amivel próbáltam a Shift lenyomva tartva, azzal, nagyon nem akar működni, úgyhogy valószínűleg valami teljesen más megoldás lesz rá, ami lehet használni. Ú de szép kalamajka lett itt, ahogy összehúzogattam ezeket. De tulajdonképp csak annyit csinálok, hogy többszörözöm a képgenerálás részt, a samplert többszöröztem meg, ami utána van. És ide rákötöm őket a megfelelő helyre. Most rákattintok arra, hogy generálás, bum-bum-bum, és kidobta. Ennyi, kész. D -d 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 -d. Hihetetlenül gyors. Most csináljuk azt, hogy megfogjuk, egymás mellé rakjuk őket, és akkor itt tökéletesen jól lehet látni ezeket a képeket, és ide, ez a jó nagyon a config hogy mivel az elemek szabadon mozgathatóak, ezért átrakhatod, tehát én hiába rakom át ide, látjátok, az összekötések azok megmaradnak, tehát azok nem vesznek el, nyugodtan lehet mozgatni ezeket a dobozokat. Most ide ránagyítunk, és átírjuk mondjuk ezt a farkasra. És bekapcsoljuk az extra opciót, majd itt az autocue az ez azt jelenti, hogy automatikusan folyamatosan generálni fogja. Tehát látjátok, legenerált ezeket, most én átírom a promptot, és azonnal generálja. Kész, pont. Ennyire gyors. Ahogy írom, már generálja is a képeket. Mit írjunk be? Legyen egy elefántunk is. Tehát elképesztő sebességgel kapjuk meg a az újabb és újabb képeket, amit uh, tudunk használni, legyen egy malac is, és itt a malacunk. Hú, az utolsó nem lett annyira jó, de ugye uh, átállítjuk hát, ha valami másik seed number jobbat kapunk, tökéletes, tökéletes lett. Nagyon jó. Tehát látjátok, nagyon egyszerű a munka folyamat, mindössze annyi volt, hogy betöltjük a checkpointot, beállítunk egy pozitív promptot, csak az most áthúztam ide, hogy jobban lássuk. Beállítunk egy negatív promptot, a negatív prompt nem kell semmit beírnunk, de be kell állítani, hisz a samplernek át kell adni. Nem a szokványos k használjuk, hanem egy custom samplert, mert hogy itt be kell állítanunk ezt a szigmát, ahol ezt az SD Turbo mintavevőt, mármint ütemezőt állítjuk be. A steps az 1-en tehát az nem állítunk, és miután ezeket összekötöttük a pozitív-negatívval a modellt a modellhez, a szemplert a szemplerhez, én a DPM plus plus 2 m választottam ki, lényegében szinte mindenki ezt használja egyre többen, bár e, például meg lehet nézni, hogy esetleg az LCM-mel mit kezd, hát ott se esik szét a kép, és a sebesség. E, ugye megváltoztatjuk a promptot, megnézzük, hogy a mennyi idő alatt generálódik le, de inkább leállítom addig az autók vet, mert nem fogjuk látni. Átírom Foxra, azt mondom, hogy futtatás, és itt van 1,6 másodperc alatt generált le három képet, tehát 1,6 másodperc elképesztő sebességgel generálja, és ha az LCM helyett kiválasztom mondjuk a VPN plusz 2 M-et, akkor a generálás 1,4 nincsen rá hatással. Ö, még esetleg meg lehet próbálni a UniPC BH2-t, hogy az mit csinál. Aha, nem jó, az szétesik teljesen. Maradunk akkor a, a UniPC az sem. Maradunk a dpm plusz plusz 2m-nél. Az Eulerrel, az, amilyen kimenetet ad, az is jó. Tudnék, az ojleres kimenet is teljesen jó. Az 1,43 század másodperc. visszaállítjuk a dpm 2m-et. Ezzel a kimenet sebessége 1,4. Ez tökéletes, ez nagyon gyors. És ugye utána azt csináltam, hogy még a dekódolás kötöttük egy preview image-et, és ha ide húzzuk szépen, akkor egy szuper jó arra, hogy kísérletezzünk, real time megnézzük a promptunkat, amit persze majd később legenerálhatunk a rendes nagy SDXL-es modellel, csak ugye az a jóval több, egyáltalán nem ennyi ideig tart vele. Tehát az nagyon-nagyon hosszú idő ehhez képest, sokkal-sokkal több ideig tart neki legenerálni, ezt az 512-512-es képet természetesen nem nagyon lehet használni. Esetleg fel lehetne skálázni, meg minden, de hát akkor már ugye az ugyanúgy elveszi a plusz időt, mert nagyon sok erőforrást vinne mind időben, mint a, a memóriában a gépünknek. Tehát ez kísérletezésre jó jelenleg. Meglátjuk, hogy mikor adja ki majd az SDX-enek ezt a változatát. A Stability AI-reméljük hamarosan amikor már ekkora sebességet lehet használni nagyobb felbontású képeken is, például 1024x1024-es képen. Hogyha bármi kérdésetek van ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan tegyétek fel a YouTube kommentben, de feljöhettek az Emperon Pintyő csatornának a Discord szervérére is, ahol szuper jó társaság kezd összegyűlni, rengeteg mindent megosztunk egymással, ötleteket, képeket, ha valakinek problémája van, akkor nagyon hamar választ fog kapni a többiektől. A linkje a Discord szervernek megtalálható a videó leírásában. Illetve ajánlom, hogyha még nem tettétek meg, hogy csatlakozzatok az MP3 Pintjő YouTube csatornához, mert rengeteg-rengeteg videót találtok mindennel kapcsolatban, ami mesterséges intelligencia. És ajánlom, hogy kapcsoljátok be a kis csengő is, hiszen akkor egyből a jelzést kaptok, hogyha felkerült egy új videó. Illetve mindenféleképp szeretném megköszönni a támogatását, akik Patreon támogatják a csatornát Hódi Szabolcsnak és Német Rolandnak, illetve a Youtube-on keresztül is támogatták már a csatornát a Tóth Endre és Long John Holmes. Köszönöm szépen a támogatásukat, hogy lehetővé teszik azt, hogy a csatornára minél több videó felkerülhessen. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek, ha tetszett, akkor lájkoljátok, és várlak vissza titeket a következő videóig. Köszönöm, sziasztok!